Kedves szurkolói! A múlt hét folyamán tragikus hűtelenséggel elhúlt Zsupányi Zsolt kis Zsupi, aki amellett, hogy csapatunk elkötelezett szurkolója volt, több éve a biztonsági szolgálat tagjaként segítette a hazai mérkőzés tökéletes lebonyolítását. Kérek mindenkit, egy perces néma csendet emlékezzünk rá. Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőinket, és köszöntöm azokat is, akik az interneten keresztül a Zalasport közvetítését nézik. Pillanatokon belül kezdődik az ETA Cegléd labdarúgó mérkőzés az MB2 16. fordulójában. Itt Zalaegerszegen, kék-fehérben, kékmezben, fehér nadrágban, kék sportszárban a hazai csapat az ETA. Sárga mezben, kék nadrágban és sárga sportszáron pedig a vendég ceglédiek. Ők kezdték a játékot, méghozzá Német Ádám sporttárs sípjelére. A tartalékjátékvezető Kovács Gábor, az asszisztensek Mohos Milán, illetve Májer Gábor lesznek. A vendégeknél Mursics Roland véd, 4-essel Kárász, 5-essel Albert István, 6-ossal Nyilas Elek, mármint ifjabb Nyilas Elek természetesen. 7-essel Ágost Tondonát, 8-essel Sigér Ákos, 9-essel Csirmaz István, 11-essel Rétyi Tamás, 14-essel Preklet Csaba, 16-ossal Farkas András, és 17-essel pedig Tímári Norman játszik Nagy Tibor vezetőedző gárdájában. Az etémen Zöldesi véd, Kónya Madarász, Babati, Gajdos, Nevecseri, Bedi, Barci, Gergényi, Kismáté és Balázs Zsolt, Dobos Barnabás kezdő 11-ében. A vendégek végezhetnek egy szabadrugást, amit Madarász elvét, de még kisegített hátul Kismáté, majd pedig Barci fordulhat, Balázs Zsolt pedig már robogna a jobb oldalt, de nem ő felé ment, nem az ő irányába az indítás, hanem középen próbálta meg Gajdost megjátszani Barci Dávid. Gajdos sérülés után több meccskihagyást követően tér vissza a kezdőbe. Ugye játszott már az elmúlt fordulóban Budaörsön is, de nem csak ő, ott senki sem talált be, pedig a sérülés előtt Gajdosnak nagyon ment. Ő a házi gól királya az etének egy találattal, most pedig Barci egy szép megkerülős csellel próbálkozik, ami nagy részt össze is jött Farkas mellett. Kónya, ez is jó, még nincs lesz Bedi, az utóbbi meccsek legjobb zalaegerszegi játékosa volt Bedi, a beadása viszont elhalt a védők gyűrűjében, ki is rúgták a ceglédiek, és most bedobásra jött majd az ETA. A mérkőzés esélyese a papírforma szerint a hazai gárda, hiszen a kékfehérek a második helyen állnak a táblázaton, 29 megszerzett ponttal eddig, míg a vendégek csak a 15-ek, 16 ponttal. És hát azért évekre visszatekintve, itt az ETA Cegléd találkozókat nézve, fölényes hazai előnyt, sikereket mutat a statisztika. Itt Zalaegerszegen általában 2-0-ás eredmény született az a csapat az ETA javára. Most pedig egy fejes, középen pont Beditől Gergényi beadás után itt a harmadik percben az első kapura tartó kísérlet, de hát nem okozott gondot Mursicsnak védeni. Tehát a legutóbbi bajnokságban is itt 2017-18-as idényben 2-0-ra győzött az ETA Fújsz és Babati góljaival, már az első félidőben kialakult egyébként akkor a végeredmény.
Azelőtt szintén 2016-17-es kiírásban szintén 2-0-ás végeredmény született, és Babati akkor is betalált a Cegléd kapujába, ez pedig egy szabadrúgás lesz majd a ZTL javára. Német játékvezető most meg is állítja a mérkőzést, hiszen úgy tűnik, hogy ápolásra szorul majd ott a zalaegerszegi játékos. A fejét fogja lent a földön a ZTE játékosa, nem láttam pontosan, hogy ki az. Talán, de nem akarok tippelni, mert Bedi és Babati is ott van. Balázs Zsolt az, akit ápolni kellett, és most le is kísérik, mert egy picit megszédülhetett az zalaegerszegi támadó. Sőt, nagyon úgy tűnik, hogy nem is annyira kicsit. Szent Jakab masszőr támogatja lefelé, és hát alig áll a lábán Balázs Zsolt. Hát nagyon nem lenne jó, hogyha egyrészt neki komolyabb sérülése lenne, másrészt pedig ha egyből már itt az 5. percben cserélni kellene. Már pedig könnyen lehet, hogy ez lesz, mert akár ez egy kisebb agyrázkódás is lehetett a csatárnál. A játékvezető ugyan lefújt egy nagy fáziskéséssel, de az ilyenért akár lapot is ki lehetett volna osztani. Túloldalon pedig majd Csirmaz kiletőzik vissza a pályára. Devecseri indítása végül is majdnem kapura lövés lesz. Mellé ment volna, Mursicsé lett aztán a labda. Tehát ott tartottam, hogy a 2016-17-es idényben is 2-0-ra győzött a ZTM. Egyébként abban a szezonban Cegléden a Cegléd győzött 3-2-re, tavaly pedig szintén a ceglédiek győztek hazai pályán 2-0-ra. A legutóbbi találkozójuk volt ez, azt 2018 április 25-én játszották, és Damásdi, illetve Hújber góljaival győzött 2-0-ra a Cegléd. És hogy jön egy ívelés, amit Kónyának kell mennie szögletre. Közben Balázs Zsolt is szerencsére vissza tudott térni a pályára. Reméljük, hogy nem hagyott benne maradandó nyomot ez az ütközés, de Sasha Popint elküldik melegíteni az ETL padjától. Jöhet a találkozó első szöglete, amit a vendégek végezhetnek el a 7. percben. Magas ívű a beívelés, ami előtte ki is kanyarodott, így az ETL rúghatja majd kifelé, konkrétan a kapus zöldesi. Amúgy a ceglédiek vannak talán mondhatjuk jobb formában, hiszen ők az elmúlt fordulóban győztek, méghozzá idegenben arattak sikert a Budafok otthonában. Kárász már a 11. percben megszerezte a vezetést a Ceglédnek, aztán Filkor révén egyenlített a Budafok, és a 74. percben oldal góljával nyerte meg a meccset a Cegléd, oldal most nincs a keretben sem. Kárász viszont itt van a kezdőben, most is. Nem sikerül az átlépés a Babatinak. Az ETL viszont kikapott Budaörsön az elmúlt bajnoki találkozón, méghozzá simán 2-0-ra. És ugyan voltak helyzetei az alaiaknak, de a hazai siker a Budaörsé megkérdőjelezhetetlen volt a mérkőzés során, hiszen tulajdonképpen zöldesi volt az ETL legjobbja, azaz a kapus. Úgyhogy hát ez nem túl jó. Sosem, hogyha a háló újra legjobb, mert az általában azt jelenti, hogy maximum döntetlen a mérkőzés. Hát itt vereség volt, és ez fájó. Még az volt az ETL szerencséje, hogy az előtte lévő Gyirmót is meglepetésre hazai pályán X-elt a Siófok ellenében. A zalaiak mögött helyezkedő Békés Csaba és Kaposvár pedig szintén nem tudott nyerni. Így maradt második helyen a zalaegerszeg. Amúgy a Gyirmót már vezet ebben a fordulóban Csákváron. 1-0
ott a találkozó állása. A Békés Csaba és a Kaposvár egyelőre 0-0-ra áll. A Békés Csaba Dorog ellenében hazai pályán, a Kaposvár pedig szintén otthon a Balmazújváros ellen áll egyelőre gól nélküli döntetlenre. Az ETL ráadásul a bajnoki előtt a kupa mérkőzését is elveszített egy hazai pályán, akkor a Diós Győr együttesétől szenvedett 2-0-as vereséget a Zete. Ott viszont nem lehet igazából szemhányást tenni a fiaskó ellenére sem a kékfehérek részére, hiszen nem játszottak rosszabbul, mint az első osztályú, jelenleg még első osztályú Diós Győr, hiszen kieső helyen tanyázik a Miskolci együttes, és sorra szenvedi el a vereséget. De mégiscsak ők ugye magasabb osztályban szerepelnek. Teljesen egyenrangú ellenfele volt a Zete a Diós Győrnek, de ott is a helyzet kihasználása a gondok voltak, főleg a második félidőben rúghatott volna akár több gólt is a ZT-je. Nem sikerült, a DVTK pedig gyakorlatilag az egyetlen helyzeti góra váltotta, és nyert is 2-0-ra. Most pedig sárgalapot kap a ceglédi játékos, Babatit rúgta fel Kárász Krisztián, aki kapta a lapot a 10. percben. Még a gyepen, és még csak 10 percet el. Reméljük Balázs Zsolthoz hasonlóan Babat is sem sérült meg komolyabban, és folytatni tudja. Tehát a Cegléd is kiesett a Magyar Kupában egyébként, ők még nagyobb vereséget szenvedtek el, mint a ZTM. A Budaörs gárdája búcsúztatta a 32 közé jutásért, a Ceglédet 5-0-ra kaptak ki a sárga kékek. Előtte viszont a bajnoki megverték a Budaörsöt, tehát ez némileg váratlan, ez a nagy arányú zakó, mert előtte 2-0-ra legyőzték a szintén testmegyei csapatot Tímári és Nyilas gólyaival. Több olyan játékos is van a vendéggárdában, akik megfordultak itt Zalaegerszegen. A kezdőben ketten, 14-es számú Preklet Csaba. Ő még az NB1-ben is szerepelt itt a ZTL gárdájában. Igaz, nem hosszú ideig. A másik ójuk pedig a 7-es számú Ágoston Donát, aki még tavaly is az ZTL kötelékébe tartozott. Hát ő az NB1-ben nem, az NB2-ben is csak ritkán lépett pályára, de azért van neki jó pár szereplése kék-fehér színekben. És még van a cserepadon egy volt zalaegerszegi játékos, Nánási Balázs, a ceglédieknél ő szintén szerepelt az NB1-ben. A védő, ő azért talán a három közül leginkább az, aki maradandóbb pozitív nyomokat hagyott a zalai szurkolóban. Egy előre ívelés Balázs Zsolt irányában, a fejjel tovább is teszi, amit végül így kapura lövésnek, fejesnek írhatunk be, mert hát a kapus szedte fel a labdát, és ha nincs ott, akkor az üres kapuba válszorgott volna a labda. Hát Mursics természetesen figyelt, és meg is lett neki a játékszer. Ez pedig kikísérte a Zalaegerszeg ott hátul, és jöhet kirúgással a kapus Zöldesi. Mindenképpen hazai pályát javítani kellene a budaörsi vereség után. De Zöldesi még mindig nem rúgja ki a labdát. Már csak azért is, mert a következő kettő fordulóban is idegenbe látogat majd a ZTE. Tehát kellene a siker, Balázs Zsolt, úgy tűnik nincs lesen, és megiszteti a vezetést az Zalaegerszeg számára. Gajdos pörgette tovább a labdát, Babati és Balázs Zsolt is a leshatáról lépett ki, az asszisztens nem jelzett, Balázs Zsolt pedig szépen átemelte a kapus fölött a labdát, így megvan az 1-0-ás vezetés a ZT számára, itt a 14. percben. Balázs! Sok keresztre hajlázott el,
Balázs Zsolt rendkívül higgadt volt, ahogy átemelte Mursicsot. És így utólag egyértelműen kijelenthetjük, hogy jó, hogy a pályán tudott maradni. Egyből góllal jelentkezett Balázs Zsolt. A legutoljára, ha jól emlékszem, a Vác ellen idegenben talált be. Akkor egy-egyre végzett az ET, és Balázs Zsolt csereként beállva a hajrában mentett pontot az ET-nek. De volt már gólja ezen kívül az idei bajnokságban Balázs Zsoltnak. Például Nyíregyházán is, amikor 2-1-re győzött az ETE, akkor is gólt szerzett. Hasonló szituáció amúgy. Csak akkor nem átemelte a kapust, hanem szépen elrúgta mellette. Gajdos támadja Albertet, de megvan még a labda a vendégeknek. Sigértette tovább, aztán kapja vissza. És még mindig Sigér a labdával, most eladja, Madarász fülelte le. Balázs Zsolt robogna megint, és felé ment volna az ívelés, de ezt visszafejelte Albert. Bedobásra jöhet így az ET a 16. percben. Szép csel Gergényitől, aztán hátra kerül Kismátéhoz a labda. Most ő ível előre, és ez most les, Gajdos maradt elől. Balázs Zsolt talán nem volt lesen, de Gajdos ért bele a labdába, így ezt beintette az asszisztens, úgyhogy jöhet szabad rúgással a Cegléd. Ugye a Zalaegerszeg hátán három játékos volt az utóbbi időben, akinek a kiesése nagy gondot okozott. Gajdos volt ugye az egyik, a Vojnovic a másik, és Lesják Zorán a harmadik. Hát közülük ugye Gajdos, mint láthatjuk, már most vissza tudott térni. Azonban a két légiós még mindig nem szerepelhet. Vojnovic talán a szezon végén, hogyha jól halad a felépülése a műtéte után, hiszen ugye tércalak szakadás szenvedett, de már megműtötték, és itt is van egyébként. Közben az ívelés elmegy mindenkelőtt a kapu közelében, aztán kikísérik a ceglédiek, és még szabadrúgás is lesz Madarász faltja után. Tehát Vojnovic itt van a lelátón, Mankóval amúgy, de szerencsére azért úgy tűnik, hogy jól halad a felépülése, de hát tavasz előtt semmiképp nem térhet vissza. Zorán Lesják pedig ugye Kazinc Barcikán kapott piros lapot, és 4 mérkőzéses, talán egy kicsit túlzó eltiltást. Hát ebből 2 már elment. Ugye Mosonmagyaróvárt verte utána hazai pályán 2-1 az ETE, majd a legutóbbi fordulóban Budaörsön kapott ki. Ezeken a meccseken már nem játszott Lesják, és ez a harmadik találkozója, amin csak a tribűnről figyelheti a társakat, majd még ugyanúgy a következő körben Budafokon is eltiltott lesz, és majd azt követően Monoron térhet vissza az ETL csapatába a védő. Márpedig ő egy alapemberré vált, annak ellenére, hogy szezon közben érkezett, igaz a szezon elején, de már tartott a bajnokság. De egyértelműen a védelem egyik legjobb és talán legmeghatározóbb tagjává vált Zorán Lesják. Megfelebbezte ugyan az ítéletet ő saját maga, mert azt mondta, hogy semmiképpen nem tudja elfogadni, de hiába nézték meg a videókat, hallgatták meg Zorán Lesjákot, maradt a 4 meccses eltiltása. Tulajdonképpen vicc kategóriának mondhatjuk, mert egy karfogó után gyakorlatilag bemondásra állították ki az ETE szerb védőjét. Közben Balázs Zsolt sajnos elhagyta a játékteret. Úgy tűnik, hogy mégis rosszul van a játékos.
és a 19. percben távozott, nem csak a pályáról, hanem be is ment az öltözőbe. Majd Sasha Popin érkezik a helyére, de még egyelőre nem cserélt az ETA, hiszen Popinnak még át kell öltöznie. Tehát visszatérően Lesjákja azért elszomorító az ő eltiltása, mert egyrészt a mérkőzésen sem látszott gyakorlatilag a szabálytalanság, amit ő állítólag elkövetett. Elképzelhető, hogy ott valóban elérte a keze a kazincbarcikai játékos, de hogy nem volt szándékos, az biztos. Viszont ugye elerett az orra vére a barcikai játékosnak, és így ugye a szabálykönyv szerint, hogyha sérülést okoz a játékos, akkor egyből piros és 4 meccses eltiltás. Közben Babati lövése, ami nem okozott gondot Mursicsnak. Szóval hiába hallgatták meg Lesjákot, maradt a 4 meccs. És ugye ott meg olyan indoklás volt, hogy nem egyértelműek a felvételek. Hát igen, erre meg azt mondhatjuk, ha nem egyértelmű, akkor miért kap 4 meccset? Ha ti sem látjátok, hogy mi történt, meg senki sem látja, akkor hogyan lehet ez 4 meccs? Mindegy, ezzel most már kár rágódni. Közben Popin 89-essel beállít a 20. perc elején. Végén, bocsánat, hiszen most már a 21-edikbe fordultunk. Balázs Zsoltot váltotta tehát a szerb játékos. Hát Popinnak Balázs Zsolttal ellentétben még nincsen gólya, nem csak a mai meccsen, hanem egyáltalán a ZTS színeiben. Mellette még a cserepadon Szemerédi, Novák Csanád, Szabó Patrik, Német Erik, tehát 2 fiatal játékos, sőt a 3. horvát Krisztofer és Kulcsár Kornél. Ők vethetőek még be a mai meccsen. A túloldalon Tulipán Ákos, a cserekapus, Gébíró Gergő, Nálási Balázs, Oldal Tibor, Kitlő Krisztián és Asztalos Dávid. Tehát javítanom kell magamat. Az elején azt mondtam, hogy Oldal a keretben sincs, de ott van a cserepadon, csak nem vettem észre a nevét a listán. Ágoston. Aztán hátra kerül a labda, Preklet mutatja, hogy a kapusnak rúgják, de nem tette meg ezt a társa. Inkább előre, de az Kónyáé lett, aztán ő lökte fel Csirmaszt. A Ceglédnek egyelőre nem volt lehetősége a mai mérkőzésen, az Ettenek a gólon kívül egy-két távoli kísérlete volt, ugye az imént Babati, meg volt 2 fejes Balázs Zsolttól és Beditől, igaz azok sem voltak túlságosan veszélyesek, mind a kettőt maga biztosan fogta Mursics, de sokkal többet járt a kapu előterében a Zalaegerszeg. Zöldesinek még semmiféle dolga nem volt. Ugyan egy szögletet rukatott már a Cegléd, de hát abból sem lett bonyodalom a ZTE kapuja előtt. Jön a kirúgás, rossz helyre, Kis Máté, ugye ő került Lesják helyére a védelembe, és ő is több mérkőzésen keresztül sérült volt, és elsősorban inkább a középpályán számítana rá Dobos Barna, csak így, hogy nincs Lesják, kénytelen a védelemben játszani Kis Máté. Madarász. Popin. 2 ember mellett, na ezt remekül csinálta, aztán végül felrúgták. Ráadásul, ha jól láttam, megint Kárász volt az, akinek már van egy sárga lapja. És ez félig meddig hátulról történő szabálytalanság volt. Nem volt ugyan súlyos, de hát annyira nem vitatkozhatott volna Kárász azon, hogyha megkapja a másodikat is. Most pedig szabadrúgásra jöhet a ZTE. Itt azért 31 méterre a kaputól, legalább 31, de lehet, hogy van az 32 is. Babati viszont rátűzi, de középre ment. Mursics ezt is könnyedén fogta. Hát, Csirmaz műesése.
sípra ragadtatta német Ádámot. A lefordulása szép volt, aztán belefutott Kónyába, és feldobta magát, a játékvezető lefújta. Szabadrúgással jöhettek a vendégek. Kónya most a lelátót választja. Újabb bedobás jöhet. Farkas kérné el a labdát ott a nézőktől, és dobhatja be. Ezer körül nézőszám lehet, hogy valamivel többen itt a zalaegerszegi arénában. Nem szerencsés a mai mérkőzés időpontja, hiszen 18 órától kezdődött az Akadémia ZTE Kosztenajvurg férfi kosárlabda mérkőzés az Alpok Adria kupában. Itt mellettünk pár méterre a városi sportcsarnokban. És hát ugye még tart az a mérkőzés, és hát ott is azért vannak pár százan, sőt lehet, hogy ott is körülbelül egy ezres nézőszám, hiszen a fél időig én is ott tartózkodtam a férfi kosárlabda mérkőzésen. Egyébként 2-4 után 2 ponttal vezetett az ETE, amikor itt elkezdődött a labdarúgó mérkőzés. Tehát elképzelhető, hogy a meccs, mármint ez a meccs második fél idejére itt is többen lesznek majd, hiszen akik ott maradtak a kosárlabda összecsapáson, azok majd ide kilátogatnak. A lefújás után Mati szerzett közben labdát, aztán elpattant tőle, Popinnal nem értették meg egymást, mert Popin pedig már elindult előre. Ágoston teszi ki oldalra aztán. Pétyi a labdával. Aztán Albert, Nyilas, az indítás nem volt jó, ráadásul Devecseri is remekül zárt be a ceglidi játékos elé, így Zöldesinek csak ki kellett kísérnie a labdát. Zöldesi rúgja ki a labdát, Popin próbálta meg tovább csúsztatni, de ez nem sikerült. Így fordulhatnak a vendégek. Csirmaz robog előre, viszont visszaér Bedés szépen szerel. Aztán Kónya, és nincs kinn a labda, Babati. Gajdos, gyönyörű csel volt Ágoston mellett. Adná vissza Babatinak, ebbe beleértek a ceglédiek, de még eljutott Babatihoz. Ez a passz már nem jó. Preklet az, aki megszerezte. Aztán Tímári tette hátra, Kárász. Majd Albert a labda útja. Sigér. Preklet. Jó volt a váltás, de aztán elpattant Sigértől, most pedig Popin két emberrel, az egyik elcsúszott, de aztán Popin is elhagyja a labdát, majd Madarász mögé passzol, de még az zalaegerszegi Babati, mellette Bedi, de nem ő kapja, hanem Kónya. Kónya, most nem ível, inkább indítana, de ez sem jó, Gajdosnak elérhetetlen volt ez a labda. 28. percben járunk, 1-0-ra vezet a ZTE, Balázs Zsolt 14. percben szerzett góljával, de utána pár perccel Balázs Zsoltot le kellett cserélni, hiszen még a gól előtt kapott egyet a fejére, egy ütést, amit úgy tűnik, hogy nem sikerült kihevernie. És biztos, ami biztos, inkább lecserélték. Jön a bedobás Tímári irányába, de ez megint nem lesz jó. Újból rúghatja majd kifelé a labdát Zöldesi.
Ez pedig les helyzet. Amúgy a bajnokságot nem kezdte jól a ceglédi csapat, hiszen az első 8 fordulóban nem sikerült győznie. 4 döntetlen és 4 vereség volt a ceglédiek mellett. Az első 9 fordulóban 5 vereség és 4 döntetlen volt a ceglédiek mérlege, hát ami minden csak nem dicsőséges. Utána viszont elkezdték gyűjtögetni jobban a pontokat. Az áttörést egy Soroksár elleni győzelem, hazai győzelem hozta meg, amikor Oldal Tibor mester 3-ast ért el. Igaz, nem klasszikusat, mert a soroksáriak belekontárkodtak a klasszikus mester 3-asba. 2-0 után egyenlített, akkor a Soroksár Oldal bevágott még egyet a 80. percben, és azzal 3-2-re nyert a Cegléd. Majd utána kikaptak megint kétszer a Gyirmódtól és a Kazincz Barcikától is. Aztán viszont 2 siker következett. A Mosonmagyaróvár otthonában 2-0, illetve a már említett Budaörs legyőzése szintén 2-0-ra. Egyébként a kosárlabda mérkőzés úgy tűnik, hogy lassan véget ér, és ott nem kell aggódni az zalaegerszegi szurkolóknak, hiszen a negyedik negyed vége felé jár a találkozó, és 97-80-ra vezet az ITE. Közben viszont Gergényi is besárgul, ő kapott egy hátulról történő becsúszásért lapot német játékvezetőktől. Kárászt rúgta fel, hogyha jól látom. Jön az ível, és Devecseri fejeli ki, viszont nem megy messzire, Sügér vette le a labdát, bocsánat, nem Nyilas. Aztán jöhet bedobással majd a vendégcsapat. Jön a bedobás, de Tímári most sem tud a labdához férkőzni. Egyelőre Tímári Norman nem sok sótevet vegott az ETE védőinek gyűrűjében. De ugyanez igaz a másik támadóra, Nyilas Elekre is. Ő sem sokszor találkozott elől a labdával. Nyilas Elekleme nyilván ismerős lehet sok néző szurkoló számára. Természetesen ifjabb Nyilas Elekről van szó, Nyilas Elek Rihárdról. Az édesapja az a Nyilas Elek, aki korábban kétszeres magyar bajnok volt, és nem az NB2-ben, hanem az NB1-ben, előbb a Váccal, majd pedig a Ferencváros gárdájával, és a magyar nemzeti válogatottban is 14 alkalommal is szerepelt Nyilas Elek, ahol kétszer is betalált. Tehát azért egy szép pályafutás volt az övé, játszott külföldön is, Izraelben Nyilas Elek. Aztán ugye vezető edzői pályára lépett, és ami még ez a meccshez tartozik, hogy a jelenlegi ceglédi vezető edző az a Nagy Tibor, aki a Nyilas Elek Váccot még együtt játékosként bajnoki címet ünnepelhetett. Az akkori vezetőedzőt itt Zalaegerszegen is nagyon jól ismerik, Csank János volt az, akivel ugye az ETE legutoljára magyar kupa döntőt játszott. Nyilas Elek amúgy tavaly is egyszer felhívta magára a figyelmet, mármint a ceglédi játékos Nyilas Elek, amikor tavaly bajnokság vége felé Nyíregyháza ellen egy saját éféléről eresztett lövéssel
szerzett gólt a nyírségiek ellen. Most pedig itt a 35. percben 1-0-ra vezet az ETE, továbbra is Balázs Zsolt góljával, és egyértelmű fölényben van a hazai csapat, labdabirtokást tekintve is, és helyzetek alapján is, bár az utóbbi percekben ebben nem bővelkedett a mérkőzés, mármint helyzetekben. Mondhatnánk az is, hogy azt is, hogy lassan csordogál itt a találkozó, ami odáig jó, amíg az ETE vezet, de emlékezhetünk rá, hogy az elmúlt hazai bajnoki fordulóban a Mosonmagyaróvár ellen is megszerezte az ETE a vezetést, és fölényben volt. Aztán a 80. percben egyenlített a Motim, és bizony kapkodni kellett, és némi szerencse is ahhoz, hogy az ETE megnyerje azt a találkozót. Végül 2-1-re diadalmaskodott a Zete. Hudák és Novák voltak a gólszerzők. Hát közülük most Hudák a keretben sincs, Novák pedig a padon. Barci a labdával. Ezt elvétette Kárászi lőhelyzet, de ez gyenge volt Gajdostól a 36. percen, mármint nem találta el a kaput. Pedig ez egy nagy lehetőség volt, hogy Kárász elcsúszott. Egy kicsit volt csak kisodródva Gajdos. Ennél talán jobban is el lehetett volna lőni ezt a labdát, úgyhogy még kaput is talál, de végül mellé ment a labda. Közben véget ért a kosárlabda meccs az Alpok Adria kupában. Az Alakerámia ZTE legyőzte 101-86-ra az osztrák Klosterneuburg együttesét, és ezzel megszerezte második győzelmét az Alpok Adria sorozatban. Mind a két hazai találkozóját megnyerte amúgy a kosárcsapat, és most majd a hétvégén bajnokin Kaposvárra látogathatnak. A labdarúgó mérkőzésen is vezet az ETE, hogy említettem már, többször Balázs golyával, de jó lenne még erre rátenni, akár ebben a fél időben. Kis, aztán Barci. Barci nagyon élénk a találkozón. Madarász, bocsánat Babati, most kéri el Madarász. Barci szépen teszi le Kónya. Jön a beadás, Popin fölött átszáll, és majdnem gólpaszt ad neki a ceglédi védő Kárász. Hát, ha Popin nyilván számít erre, akkor elképzelhető, hogy nem csak reflexből teszi bele a fejét, és akkor könnyedén gólt is szerezhetett volna, de így sem volt veszélytelen Popin fejese. A 38. percben történt mindez, nem sokkal ment mellé Popin fejese. És pedig Bedi hozta föl és kapná vissza, ez is jó, még Babati akár lőhetett volna, de nem tette meg, jön az ívelés, Popin most fejelhet, ez is mellé, de les is volt. Úgyhogy amúgy sem ért volna, még véletlenül bemegy a labda, akkor sem. De hát mellé ment, méghozzá eléggé szépen, úgyhogy nem kellett itt bosszankodnia senkinek különösképpen, hogy visszavonják a gólt. Mursics kirúgja, Bedi fejeli vissza, aztán megteszi ugyanezt Ágoston is, és ismét Bedi, Sigér vitte a földre, szabad rúgása jött az Ete. Devecseri, aztán Madarász. Madarász egy óriási góllal nyitott az első fordulóban Siófokon. A mérkőzés hajrájában egyenlített Madarász egy jó 18-20 méteres bombával. Aztán Babati 11-esből még a győzelmet is megszerezte utána az Etének. Azóta viszont Madarász is volt ugye sérült, és hát nem igazán
sikerült azóta, nem azt mondani, hogy megtalálni a formáját, hiszen játszott már jól Madarász, csak a góllövő cipőt nem vette még fel újra. Babati. Ő teszi hátra. Kis Máté. Most itt szorványosan a nézők környékünkön itt fújolt, akkor ne hátrafelé játszon az ETE, hanem menjen előre. Tehát némi elégedetlenség volt. Megint egy kis könyöklés Farkastól. Babati a földön, de ő talán nem úgy, mint Balázs volt, folytatni fogja. Farkas azonban kirúgja sportszerűen a labdát, ha már előtte leütötte Babatit. Babati fogja még mindig a fejét, de őt nem kell ápolni. Viszont a játékvezetővel, hogy hát ezeket talán le lehetne fújni. És van benne némi igaz a Babatinak. Barci aztán visszadobja az ellenfélnek a labdát. Gergényi szépen csúszott be, és szerezte meg így a labdát az ETE. Kismáti. Madarász. Aztán Bedi. Kónya indítaná Gajdost, jó a labda egyelőre. Aztán Barci menne el, és a játékvezető asszisztense, nem Barci, hanem Gajdos megmozdulását fújta le szabálytalannak, vagy intette be. Ami azért érdekes, mert már ha szabálytalan volt, akkor előtte bűvel le lehetett volna fújni, hiszen Gajdos, amikor ott ütközött Preklettel, akkor nála maradt a labda, és úgy tette tovább Barcinak, és azért jelentős is késéssel fújta le a Spori az esetet. Kúnya stukkolja ki a labdát, jöhet a bedobás Ceglédi részről. Barci, ez kéz volt. Hát szerintem az ő kezét érintette. Tímári is így gondolta, a játékvezető viszont nem. Majd amikor indulnak Gajdos a szabadrúgás után, akkor visszarendeli a játékvezető, hiszen méterekről, közelebbről rúgta el a szabadot a Zalaegerszeg. Kis Máté. Madarász. Vissza Devecserihez. Gajdos. Talán feleslegesen pergette fel a labdát. Végül bedobás lesz az ETE-nek. Kis. Vissza Devecserihez. Kónya jelentkezik itt a jobb oldal, de nem ívelik át neki. Helyette inkább eladja az ETM. Albert haza, Mursics támadja őt Barci. Mursics ki is rúgja oldalra, úgyhogy jöhet megint tacsol az ETM. 2 perc a rendes játékidőből itt az első félidőben, de volt pár ápolás, különösen ugye Balázs Zsolté volt hosszabb, de utána volt ugye Babati is a földön, amikor jönnie kellett a személyzetnek. Úgyhogy lehet, hogy 1-2 percet rátesz Német Ádám. Most fordulhat a Cegléd. Viszont Farkas passzába belépett Madarász, aztán ment a védő bedobásra. Gergényi, a szokásos bedobó. Nagy bedobásai vannak a védőnek, úgyhogy a túlsó oldalról is átért ide, megvárták a többiek. A játékvezető pedig valakit megfegyelmezett ott az ötösön belül, Pekete és Babati azok. Aztán jöhet most már Gergényi pardobása, tényleg szép hosszú, de kifejelték a védők. Barci íveli vissza. Ezt is kistukkolják.
Babati. Kúnya. Belépnek, de még ott pattog a labda, aztán kifelé. Fúj, német játékvezető, jöhet majd szabadrúgással a Cegléd. Ágoston tette haza, Mócsi csúgja előre. Kis fejelte vissza, aztán Madarász, majd Babati is fejel, ez már rossz helyre ment. Popi jön vissza, de nem tudta szerelni Ágostont. Most Gajdos zavarja a kapust. Egy perc a ráadás. Itt az első félidőben. Kúnya akasztotta meg a támadást, de még mindig a ceglédieké, Farkas. Szépen hozta fel. Aztán Csirmaz, vissza középre, lassan lövőhelyzet, de hosszan tolja meg a labdát Sigér, így kirúgták az egerszegiek. Babati, szabálytalan, Ágoston került a földre, így jöhet szabadrúgás, majd a Cegléd, és ez még belefér az első félidőbe. Hát azt onnét kapura nem hiszem, hogy egyből rárúgnák. De egy ívelés, és abból egy fejes vagy egy lövés még abszolút beleférhet. Nagy tömörülés ott a 16-os vonalánál, és végül kapu felé megy a labda, sőt, majdnem veszélyes is lett, de aztán lest ítél. Német, majd úgy tűnik, hogy lefújja az első játékrészt, egyébként Nyilas volt, aki elvégezte a szabadrúgást, megpattant valakin, és utána pedig már leshelyzet volt. Tehát 1-0 az első játékrész végén, a gólszerző Balázs Zsolt a 14. percben, a ZTE fölényben, de több gólt egyelőre nem sikerült lőni, így 1-0 a Zete Cegléd mérkőzés 45 perc.
Elkezdődött a második félidő a ZTE Cegléd mérkőzésen, itt a Mercantil Bank MB2 16. fordulójában Zalaegerszegen, és Balázs Zsolt góljával 1-0-ra vezet a ZTE. A félidőben volt egy csere a vendégeknél, 17-essel Timári Norman fejezte be a játékot, ő jött le. Ugye említettem az első félidőben is, hogy hát nem nagyon tudott labdához férkőzni Timári, nem került helyzetbe se, alig találkozott a labdával, és helyette 10-es számmal Oldal Tibor folytatja. És Oldal számára ez a 10-es szám, ez egyelőre igencsak jó ómen, hiszen ebben a bajnokságban már 10 találatnál jár. Ezért is volt meglepő, hogy nem volt a kezdő csapat tagja, hiszen a leggólérzékenyebb játékosa a vendégeknek Oldal. Összesen 16 gólja van a Ceglédnek az idei bajnokságban, abból 10-et szerzett Oldal. 2 öngól, mármint hát nem Oldaltól a 10-ből, hanem a 16 gólból 2 öngól. Más csapatok szerezte gólt a Cegléd számára, és 4 alkalommal pedig 4 különböző játékos zörgette meg az ellenfelek hálóját, egyszer Albert, egyszer Kárász, Nyilas, és egyszer pedig Timári. Úgyhogy Oldalra mindenféleképpen figyelnie kell majd az ETL védelmének, bár nem húzódott teljesen előre Oldal Tibor, hanem inkább a középpályán a támadó középpálya szekciójában foglal helyet, ez pedig Les. Itt a szünetben több kollégával is, illetve nézővel is beszéltünk az ETL góljáról, egyesek azt állították, hogy szerintük hiába zalaegerszeg érzelműek, inkább azt mondanák, hogy Les volt a találat. Hát ugye nem ültünk sem egy vonalban, sem pedig nem tudjuk visszajátszani az esetet. Az tény, én is így vélem, hogy Les gyanús volt. Tehát az Les határon robbant ki Balázs Zsolt és Babati is. Egyébként is végül ugye Balázs Zsolt emelte be a labdát a hálóba. Gergényi. ZTE amúgy nem cserélt, most pedig jól hozta ki a labdát a Cegléd idáig. Devecseri az, aki megállt parancsolt a támadásnak. Kárász dobhatja majd be. Kárász fejli tovább, aztán Madarász, de tőle is elpattan a labda, majd Devecseri vágja előre. Ismét Kárász, ezúttal Oxival, aztán Gergényi fejéről pattan előre, Babati pedig ível, de sem jó, Barci, ő is az ellenfélnek vette le. Csirmaz tette tovább. Aztán Bedi szerel, de szabálytalanul Csirmaz került a földre. Jöhet a szabadrúgás, és már jön is az előreívelés a vendégektől. Rétyi tette tovább Ágoston, 16-oson belül a vendégek, kis blokkolt Barci. Aztán Kónya emeli ki, Popin megy érte, Preklet megelőzte, de a labda az etéjé, Babati pedig kapásból indítana, visszafelé pörög a labda, de így sem érte a Gajdos. Kárász. Kárász eladja a Babati. Babati még mindig tartja a Rétyi mellett, aztán szépen sarokkal tette tovább. Kicsit aktívabb most a Cegléd, mondhatjuk azt is az első félidőhöz képest, persze, hogy rontottak az etének. Ebben az első 5 percben, de helyzetig így sem sikerült jutni, most pedig Gergényit vágta fel Csirmaz István. Lapot nem kap, szabadrúgást viszont igen, mármint az ETE.
Babati ívelheti majd előre a szabadrúgást az 51. percben. Janis a fejes középre, de támaszkodott Popin. Les biztos, hogy nem volt. Az innét is látszott, hogy nem volt Les, de hogy rá támaszkodott az ellenfél vállára Popin, az is 100%. Úgyhogy jöhetnek a vendégek. Már pedig úgy tűnik, hogy egyébként a Lest intették be, az innét nagyon úgy látszott, hogy abszolút téves ítélet. Ezt most elvitette csúnyán ott Sigér, és ebből majdnem zicserig mehetett az ETE. Ha Madarász eléri a labdát, akkor az abszolút gólhelyzet lett volna, de hosszú volt egy kicsit neki. Viszont ebből még lehet valami. Gajdos középen Popin, de ott a helyzet, Madarász, és véd a kapus. Gajdos pedig kiengedi. Ez mindenképpen helyzet volt. Gajdos passza után az 52. percen Madarász lőhetett a 16-oson belül, de kiütötte a labdát Mursics. És jön az ETS szöglete, kiszöglet. Babati, a cseh jó volt, aztán felvágta, hogy oldal, jöhet a szabadrúgás. Ebből már nem kis szöglet variáció lesz, nem csak azért, mert nem szögletről van szó, hanem a szabadrúgást is én úgy látom, hogy beívelik majd az egerszegiek, így is van. Babati labdáját aztán kibólintják szögletre. Kárász mentett középen. Ez a rövid felé jött, Gajdos beleér, de kapu felé nem tudta tenni a labdát. Kis, kicsit erős volt a passz Babatinak, de még megvolt, és ebből egy szöglet lesz az ETE-nek. Hát, Babati bravúrosan megoldotta. Jöhet az 53. percben a ETE sarok rúgása. Ismét Babati végzi el megint a rövid felé, most viszont eljutott középre Bedihez a labda, vagy Bedi felé, de aztán kivágták előre. Ez egy szép megkerülős megmozdulás volt Kónya mellett, aztán Kónya javít, és mutatja a játékvezető is, hogy labda volt. Gajdos is megy most a játékszerért, és beállt szépen Sigér elé, és nagy nehezen meg is szerezte a labdát az ETE, Barci tette tovább. Babati eladja, oldal szerezte meg, aztán oldal viszi tovább. Madarász mellett tették most tovább a vendégek, Ágoston, aztán Kárász a labda útja. Rétyi elől, Gergényi becsúszva ment. Devecseri megnyújtja előre Popin felé. Popin nem éri el, de kirúgják a vendégek tacsra. Preklet, de Popin nem fordult meg időben, pedig Gajdos neki szerette volna dobni a labdát. Kicsit jobban együtt kellene élni a játékkal Sasa Popinnak. Főleg a támadásban van a csapata. Közben egyébként melegítenek mind a két csapat cseréi. Ugye a ETE is, és a Cegléd is változtatott már egyszer. A zalaegerszeg kényszerből még az első fél időben a gólszerzőt Balázs Zsoltot kellett lecserélni. Aztán ugye kapott egy ütést a fejére. Jön a bedobás, visszafejeli Gajdos, Popin, na ez most talán nem. Nem. Ez is ellenfélnek egy szabadrúgás.
A vendégek pedig ugye a szünetben Cseriatek Tímári helyett jött Oldal Tibor. Az egyben ugye Popin jött Balázs Zsolt helyére. Még így mind a két vezetőedző kettőt változtathat majd. Már ugye korábban elmondtam, de most még egyszer a további cseréket. Tulipán, Gébíró, Nánási, Kitl és Asztalos a Cegléd csapatában, aki bevetésre vár. A Zalai oldalon pedig Szemerédi, Szabó, Német, Horvát, Novák és Kulcsár. Szép labdaszerzés, és ebben most lehet indulni. 3-3-ban a Zalaegerszeg. Babati túloldalon, üresen Gajdos. Jó labda átvétel, a lövés már nem. De még a kipattanó Barci. Némileg azt mondhatjuk, hogy okosan próbált a Barci megoldani, nem teljes erőből rátűzni, hanem egy kis csavarást belevitt, de fölé is és mellé is ment ez a tekerés az 57. percben. Bacitól volt ez jó 21 méter legalább a kaputól. Ez most megint majdnem eljutott Gajdoshoz. Oldal. Gergényi fejli vissza. Bedi nem fér a labdához, aztán hát a Kárász kapja. Kárász még tovább visszafelé, Albert, aztán Preklet. Ágoston is hátra, vissza Alberthez. Jön az íve is előre, Devecseri lökte egy kicsit az ellenfelét, de ezt nem fújták le. Popin pedig elől küzd Preklettel. És Preklet a győztes, de csak rövid időre, hiszen a bedobással az Ete jöhet. Preklet elvitte a labdát, így most várni kell arra, hogy bedobhassa a gárda. Rövid volt a lekészítés Barcitól, kipöckölte Rétyi Gergényi elől a labdát. Jön a bedobás majd ismét. Ezt már be lehet hajítani a 16-oson belülre. Meg is tette ez Gergény, és ő csúsztat Popin, de hosszú nincs senki, Mursics szedte fel a labdát. Felhozta gyorsan a Cegléd, legalábbis a felező vonalig, aztán visszagurítanak. És Badarász pedig majdnem elcsípte a labdát, de kipattan róla. Preklet volt az, aki bizonytalankodott. 59. perc, továbbra is 1-0 az ETL javára Balázs Zsolt góljával. És mondhatjuk azt is, hogy továbbra is fölényben a hazai csapat, de hát ez az 1-0-ás vezetés, ezt tudjuk jól, hogy ez korántsem életbiztosítás, pláne hogy próbál most már sokkal aktívabban támadni a Cegléd is. Rétyi. Itt is egy lehetőség, és ez már közelített a kapu felé. Nyilas Elek lőtt 17-ről itt a 60. perc elején. Fölé ment, de nem sokkal. A Zöldesi rúghatja ki. Egyébként a Csákvár Gyirmó találkozó 2-2-re áll, egyenlíteni tudtak 0-2-ről a csákváriak. Igaz, ez kellett az, hogy a Gyirmódból kiállítsanak egy játékos, méghozzá volt zalaegerszegi Villám Balást. A 47. percben a második félidő elején kiküldték, és utána gyorsan egyel szépített 11-esből a Csákvár.
majd az imént. Meg lett a második gól, és itt is majdnem Gajdos csinálta meg jól a cseleket, aztán beleléptek a lövésébe, és így szöglet lett. Tehát egyenlített a Csákvári 2-2 a Gyirmót ellen az a meccs, és a jelenlegi állás szerint, ha ez minden így maradna mind a két pályán, akkor az Ete beérné pontszámban a Gyirmótot, ráadásul a Békés és a Kaposvár továbbra is döntetlenre áll. Nem egymással, de mind a két csapat döntetlen állásban jelenleg. A Békés Csaba 1-1-re áll a Dorog ellen, a Kaposvár pedig 0-0-ra a Balmazújváros ellenében. Bedinek szabálytalankodnia kellett, mivel ebből egy talán veszélyes kontra is lehetett volna a ceglédi részről. Sárga lapot is kapott az ETE középpályása. Kárász kiemeli oldalra Farkashoz. Gergényi rúgja vissza, de nem jó helyre. Most Bedi megpróbálja megfuttatni Popint, aki elindul, de csak immelámmal, aztán becsúszott, és végül kirúgás lesz, mutatja a játékvezető. Hát nem tudom, hogy mi volt az igazság, talán faltot is lehetett volna fújni, igaz azt Popinnak, szerintem. Utána viszont nem biztos, hogy róla ment ki a labda. Minden esetre kirúgás, amit Mursics el is végzett, majd tovább csúsztatták a vendégek, Babati pedig egy ütközés után kiharcol egy bedobást Csirmaz mellett. Kis. Kis adta tovább Devecserinek, aztán ő Bedinek, Bedi pedig Gergényit hozta a játékba, Gergényi a földre került, így szabadrúgással jöhet majd az Alaegerszeg. 63. perc. Kis és Babati a labda mögött, most már 64. percben járunk, és hát végül Kis végezte el, és a pörgetés sem volt bizony rossz Gajdos részéről. Ha jól láttam, sarokkal ért bele Gajdos Zsolt. Kis Máté szabadrúgásába. És nem sokkal ment fölé ez a próbálkozás sem Gajdostól, aki, ahogy említettem, az ETH-ház gólkirálya, eddig 4 találata van, bocsánat, 7-es. Babatinak van 4, és a mai mérkőzésen beérte őt Balázs volt, aki ugye gólt szerzett, és ő is 4 találatnál jár ezzel. Mellettük Bedinek, Hudáknak és Nováknak 2-2 gólja van. Barcinak, Kunyának, Madarásznak és Vojnovicsnak pedig 1, illetve volt ugye egy nyíregyházi öngól is. Tehát itt egy picivel jobban eloszlanak a gólok, mint a Cegléd esetében, ahol oldal a 16-ból egy maga 10-et szerzett. A mai meccsen egyelőre még nem került helyzetbe oldal Tibor, igaz, csak a fél időben áll be, de azon kívül, hogy egyszer
kétszer labdába ért ott a bal oldalt, előre nem nagyon tudott menni, ő sem. Gergényi emeli ki labdát, Barci tenné tovább, ami nem jó. Végül Albert adja haza. Musics. Oldal. Oldal, szépen tartja a labdát. Aztán visszakerül hátra, most Kárász kapja. Ő emeli tovább, Rétyi. Rétyi sokkal többet van játékban, mint az első fél időben. Szépen kihozta viszont az Ete. Ez a becsúszás is remek volt Albert részéről. Davati hagyja Gergényinek a bedobást. Aki most emelőre, ha nem vissza, hátra Devecserinek dobja. Kis Máté. Popint rugdosták, meg lögdösték ott, meg egy kicsit lefújta. Német játékvezető és a vendégek majd cserélni fognak. Nagy Tibor magához rendelt egy játékost. Gergényi közben szépen megy el. Idáig. Ezt nagyon egyszerűen elválasztották a labdától, de ugyanígy azzal a lendülettel sigérrel is adja. Kis Máté. Bavati kérné elől, de inkább Gagyos kapja, ő kipörgeti oldalra, de Kónya nem indult el rá, így ki ment a játékszer, bedobhatja majd a Cegléd. Ez egy szép előretörés volt oldal részéről, de újabb bedobásig jutott csak egyelőre a vendéggárda. Gergény becsúszva szerel, újabb bedobás most erről az oldalról. Devecseri lökött egyet, csirmazon le is fújta a játékvezető. Kicsit hátrébről kell elvégezni a szabadrúgást, majd egyébként G-bíró Gergő érkezik a vendégeknél, ő öltözött át. Ez jó kérdés, hogy ki helyett. Közben jön a szabadrúgás, és el is találja a társat ott elől, Nyilas. De visszafejelt labdát kirúgták az egerszegiek, most pedig jön a csere. Hetes számmal Ágoston Donát hagyja el a játékteret, és jön kettessel, tehát G-bíró Gergő. Ágoston körülbelül azt a teljesítmény nyújtotta, amit tavaly Zalaegerszegen, észrevehetetlen volt a pályán. A bedobás pedig eljut aztán a zalai védőkhöz. Babati most hárman veszik körbe, úgyhogy inkább hátrafelé passzolt, Gergényi pedig vág előre. Gajdos mögül kifejelték, dobhat az Ete. Barci el is végezte. Barci haloványabb, mint az első fél időben volt. Sokkal kevesebb megindulása van. Akkor többet folyt azon az oldalt a játék, és Barcinak volt szép megmozdulása, nem is egy a meccsen. De most itt a második játék részben sokkal kevesebb szer említhetjük a nevét. Devecseri. Bedi. Gergényi. Visszapattan hozzá. Madarász. Jön az ívelés. Kibólintják Gajdos elől. Récsit szerelte Gergényi.
viszont a labda a Ceglédiekhez került, aztán Kárász dobott egy hasast, ebben segített neki Babati. Szabad rúgás a Ceglédnek. Albert íveli előre, Kónyának kell figyelni, el is fejelte, majd másodjára szabadít fel, de nem jut messze a labda. Sigér, Preklet, Albert, aztán Kárász. Kárász sokat van játékban, de hát szerintem ennek a Tibor kevésbé ürül, hiszen Kárász jobboldali védő. És nem azért van annyit játékban, mert folyamatosan futna fel segíteni a támadásokat, hanem általában neki kell mentenie, vagy éppen ott zajlik a játék a Ceglédiek hátsó vonalában. Ez az ívelés még jó lehet Popinak, sőt, hát én egyszerűen nem értem ezt a játékost. Ekkora termettel, hogy ezeket a labdákat simán el kéne érnie és megjátszani. Volt egy hasonló felépítésű játékosa anno a Zalaegerszegnek, Darko Pavicevic, aki azért az NB1-ben is számos helyzetbe, és nem csak helyzetbe, hanem gólig is jutott. Most pedig majdnem gólt szerez a vendégcsapat Rétyi révén. Zöldesinek kellett menteni, aztán Devecseri volt az, aki a felpattanó labdát kivágta. Gébíró passzolja el a labdát. Zöldesi az imént nagyot ment, tehát ez abszolút egyenlítési lehetőség volt. Aztán szerencsére visszaért Devecseri is, és kivágta a tovább pörgő labdát. De hát erről beszéltem, hogy erre figyelni kell, az egy gól az nem életbiztosítás. Egyáltalán nem. Hiába van fölényben az ETE, amíg nincs meg a második gól, addig egy percig nem lehet megnyugodni. Mert láttuk a Moson-Magyaróvár meccset is itthon, de láthattuk akár a zalaegerszegi szempontból jól elcsülő meccseket is, hogy a semmiből lehet gólt szerezni és megnyerni a találkozót. Mert azért valljuk be őszintén, volt jó pár olyan győzelme idén az ETE-nek, ami szerencsés volt. Preklet váll és kézgyanúsan vette le a labdát. Nem fújtak semmit, így jöhet a Cegléd, Gergényi szerelt szépen, aztán Devecseri engedi a kapusnak a labdát. Gondolhatunk például a Gyirmót elleni mérkőzésre is, ahol két kiegyenlített csapat, mármint kiegyenlített mérkőzés volt a két gárda között, és Babati az utolsó percben szerezte meg a győztes gólt. Na nézzük most Gajdos beadását, nem jut el Popinhoz elsőre, és hát másodikra se tud a labdához jutni a szerb csatár, majd aztán Kónyáról pattan ki. De mondhatjuk a Váci mérkőzést is, amikor Balázs Zsolt a hajrában mentett pontot egy nem érdemtelenül ugyan, de hát azért igen szerencsés találat volt az, ami bepattant róla, és mentett pontot az ETE. Hát ezért mondom, hogy az 1-0 az nagyon nem elég, de Dobos Barna egyelőre nem cserél, pedig lassan az utolsó negyed órába fordulunk. Barci viszonylag üresen, most talán el tud menni középen Popin. Jön a labda, Popin fölött átszáll, Babati, kapufa! Ez szép volt! Nem biztos, hogy
teljesen így akarta Babati, hogy a földre lepattanjon a labda, de végül így is majdnem gól lett. Most pedig Bedi beadásába érnek bele, és lesz szöglet a 75. percben. Barci beadása után azért Babati lövése gólt érdemelt volna, de a kapufa megmentette a Ceglédet, és így még abszolút reménykedhetnek a pontszerzésben. Ha ez bement volna, akkor talán elmondhattuk volna, hogy eldől a mérkőzés, hiszen továbbra is az ETA játszik jobban és fölényben, de azért a pálya nem borul fel. Jön a szöglet, és a fejes Poppintól, amiből kirúgás lesz. És jön a harmadik ceglédi csere is majd. Nagy Tibor nem vár tovább. Kihasználja majd utolsó csere lehetőségét is. Az Etének még van kettő. Most az ETA kap szabadrúgást. Kis. Devecseri. Madarász. Bedi. Devecseri. Megpróbál nem kapkodni az Zalaegerszeg. Azt nem is szabad. Madarász. Gergényivel vált, aztán Madarász a földre kerül, de a játékvezető nem vette észre, hogy szabálytalanság volt. Nyilas teszi hátra a középkörbe. Sigér. Aztán Nyilas. Csirmaz. Rétyinek ez még elérhető, de végül addig néz, akinek adja be, hogy kicsorgott a labda. Az utolsó cseréje pedig Asztalos Dávid lesz a vendégeknek. És ha jól látom, Nyilas Elek megy le. Zalai oldalon pedig majd Horváth Krisztofer készül beállni. Gajdos, elpattant tőle a labda, így bedobásolját a Cegléd. 78. perc, továbbra is 1-0, Balázs Zsolt 14. percben lőtt góljával. Mósics rúgja ki, és meg is van az a ceglédieknek. Devecseri rúg egy gyertyát, ami aztán kimegy. Dobhatnak a vendégek, ami gyorsan el is végezte. Gébíró, aztán Kárász. Albert. Preklet. Preklet itt középső átvédet játszik. A Zalaegerszegben annó inkább szélső védő volt. Kárász. Rétyi, aztán megint Kárász. Vissza hátra Preklethez. Az Etének ez jó, hogyha hátul adogatnak a vendégek, most pedig Les. És jön az zalaegerszegi csere, ahogy említettem, Horváth Krisztofer érkezik 18-as számmal. És ki megy le, azt egyelőre nem tudjuk, mert a táblát nem látjuk, de úgy tűnik, hogy Gajdos Zsolt indul lefelé. Az asszisztens, pontosabban a negyedik játékvezető Kovács Gábor rendszerint hosszú ideig a tökéres lelátónak mutatja a táblát. Nyilván persze a játékosoknak is tudni kell, hogy ki jön le, de hát azért a nézők nem arra felé ülnek, és ők is kíváncsiak arra, hogy főleg azoknál játékosoknál, akiket kevésbé ismernek, hogy
végül is milyen számot mutat a Spori. Most átgajdos helyett jött Horváth Krisztofel. Babati végezhet majd most egy szabadrúgást, az utolsó 10 percbe fordultunk egy 0-ás hazai előnynél. Kollégám segít, hogyha kiszámolta, 33 méterre van. Jön az ívelés, Popin elől elfejelik a labdát. Aztán ebből megindulhat most a Cegléd. Még ez is jó. Kárász csatlakozik a támadáshoz. Réti. Aztán Sigér. Prekletivel előre. Ez pedig kimegy. Nem ért el. Oldal. Dobhat az ETE a 82. percben. Gondolom azért Dobos Barna kihasználja majd a harmadik cseh lehetőségét is előbb-utóbb, ha más nem időhúzás céljából szükség lehet erre. Kónya bedobása nem volt a legjobb. Végül Bedi fejeli el aztán a labdát. Kónya. Jön az előreívelés, ez még rosszabb. Most a Ceglét dobhat. Oldalt teszi vissza. Popin zavar, és most róla megy ki a labda. Német játékvezető mutatja, hogy előrébb már ne hozzák a ceglédiek, végezzék el inkább a bedobást. Jól tartotta Asztalos egy ideig a labdát, de aztán szerelték az egerszegiek. Gergényi. Babati. Vissza Gergényihez. Az indítás Popin irányába, de nem volt túl jó. Aztán hazafejeli a labdát Albert. Gombos Zsolt, most az ETE segédedzője magához inti Novák Csanádot, úgyhogy jön majd a harmadik csere lehetősége is, vagy cseréje pontosabban az ETE-nek, és elképzelhető, hogy a csere cseréje jön majd be, és Popin helyett érkezik majd Novák Csanád. Ha ez így lesz, akkor ez mindenféleképpen egy jelzés értékű lesz a szerb csatár irányába, de lehet, hogy inkább Barcit viszi majd le. Dobos, most Popin jól tartotta meg, de nem tette tovább a labdát Horváth Krisztofernek. Inkább Babatinak, aki aztán eladta. Bedi. Madarász. Kicsit hosszú volt Babatinak. 84. perc. Sokkal jobb megoldás lett volna, hogyha Novák inkább a nagyjából üresen lévő, vagy sajnálat Novák Popin az üresen lévő jobb oldalon felfutó horvátot próbálja megjátszani. Persze ez így utólag könnyű okoskodás. Zöldesi pedig higgadtan cselezgetett hátul, itt a 84. percben 1-0-ás vezetésnél oldalt küldte el Borért, és aztán rúgta ki. Zöldesi, de a labda most a Ceglédé lesz. Sigér. Preklet. Ez egy könnyen olyan elszórt labda volt.
de Babatitól messzire elpattant és szerelték is. Kárász teszi tovább. Sigér. Devecseri. Próbált szerelni, aztán nem ő a szabálytalan, hanem Madarász. És rúghatnak egy szabadrúgást a vendégek, amiből lehet veivelés is. Sőt, valószínűleg az lesz. Az etében Novák már átöltözött, de csak szerintem a szabadrúgás után állhat be. Jön az ívelés, kibólintják az egerszegiek, ez a lövés pedig repentően gyenge oldal részéről. Így kirúgásra jöhet az étéje. Novák, aki beállni készül, a legutóbbi hazai mérkőzésen győztes gólt szerzett, mármint bajnokin, a Moson-Magyaróvár ellen, hiszen ugye a legutóbbi hazai mérkőzés a Diósgyőr elleni kupa találkozó volt egy héttel ezelőtt, akkor sajnos Novák sem tudott betalálni, pedig volt helyzete. Aztán újabb szabálytalanság, és Novák most érkezhet majd. És igen, úgy tűnik, hogy Popint hozza le Dobos Barna. Ezek szerint ő sem volt elégedett a csatár játékával. A 18. percben állt be Popin, a 87. pedig lejön. Hát így is játszott azért majdnem 70 percet. És hát sajnos sok értékelhető megmozdulása nem volt. Helyetten tehát Novák Csanád a pályán 9 számmal, hasonló felépítésű játékos, mint Popin, de a szerbel ellentétben Nováknak már van 2 gólja a bajnokságban, és azért még volt még egy, amiben közreműködött Nyíregyházán, az az öngól, ami az ő lövése után lett öngól. Tehát így mondhatjuk, hogy 2,5 gólja van. Gergényi pedig még úgy tűnik, hogy megmentette. Majd Barci próbálkozása nem jó. 88. perc most már. Horváth Krisztófer szerelt, és jön bedobással a vendéggárda. Közben sajnos a Gyirmót vezet, és ugyanúgy a mérkőzés hajájában vannak a felek, 10 emberrel is megszerezték újra a vezetést a gyirmótiak, 3-2, és a Békés Csaba és a Kaposvár is megszerezte a vezetést, 2-1-re megy a Csaba, és 1-0-ra pedig a Rákóczi. Úgyhogy mindenképpen meg kellene tartania az etének is ezt a vezetést és a győzelmet, mert különben komoly átrendeződés lehet a tabellán. Végül kipattant ott, így az Ete dobhat. Mindenhol körülbelül az utolsó percekben járnak a csapatok. Talán az zalaegerszegi jár egy picit előrébb, a kaposvári meccsel nagyjából egy időben. Csákvár Gyirmót, illetve a Békés Csaba dorog meccsből valamivel egy-két perccel több van hátra, mint a ZT-je Cegléd derbiből. Madarász, Gergényi, Barci, aztán Madarász, megint Barci. Ezek szép adogatások, aztán Gergény nyitott, letaglózta Asztalos, kap is egy sárgalapot. Az étél kispadja hördült fel, jogosan, mert csúnyán rátartott Asztalos Gergényire.
Ilyenekért látunk már egyből pirosat is. Szerencsére most már talpon Gergényi, de azért ez egy igen csúnya és kemény belépő volt Asztalostól. Most már letelt a 90 perc, és egyelőre nem látjuk, hány percet hosszabbít, kettőt a játékvezető, ennyit kell még kihúzni az Etének, hogy megszerezze a győzelmet. Horváth Krisztófer sarokkal tovább gyötri a labdát, aztán őt pedig a földre viszi Preklet. Ez a legjobb, mert megy vele az idő is, és ráadásul elől a labda, sőt, még akár helyzet is lehet ebből a szabad rúgásból. A többi mérkőzésen is a 90. perc környékén járnak a felek, a Békés Csabán a 87. Kaposváron pedig a 89. Az eredmények ott sem változtak egyelőre. Babatés kis a labda mögött. Ezt kapura lehet lőni. Onnét, ez egy jó 20 méterre van. Babati teker. Múrcsics pedig kiszedi a felső sarokból a labdát, de ez jó szögletre. Nem sieti el, ez sem az ETE. És valószínű kiszöglettel ott próbálják tartani a sarokban a labdát a hazaiak. Kis tartja is, és aztán rápöckölte a vendégekre, úgyhogy újabb szöglet jöhet. De nem jön, lefújja a német, így megvan a győzelem és a három pont, és így 32 pontos lesz az ETE, és marad a második helyen a táblázaton, hiszen nagyon úgy tűnik, hogy a Gyirmót is behúzza a mérkőzést. Győzelemmel 3-2-re állnak a győriek a hosszabbításban, és hát ugye vezet a Békés Csaba is 2-1-re a 88. percbe, és a Kaposvár is 1-0-ra, de ők maradnak az ETE mögött, a Zete pedig marad a Gyirmót mögött 2 ponttal. Most 2 idegenbeli találkozó vár az Etére, hogy említettem, előbb Budafokra látogatnak, most vasárnap, november 11-én, majd pedig egy, pontosabban 2 hétre rá, a válogatott szünet miatt 2 hétre rá, pedig majd Monorra mennek az egerszegiek, úgyhogy csak decemberben játszik legközelebb hazai pályán az Etére, december 2-án majd rangadó a Vasas ellen, itt az ETE arénában. A ceglédiek pedig majd a Monort fogadják a következő körben. Én kollégáim nevében is megköszönöm a figyelmet. Balázs Zsolt góljával, ETE Cegléd 1-0, a viszontlátásra, a viszonthallásra.